Pál Gergely Rafael urat, aki a mai naphoz úgy járul hozzá, hogy az őshonos magyar fajtákról fog nekünk mesélni. Ahogy a növényeknél tudjuk, hogy az őshonos fajták rideg körülmények között, zord körülmények között is termőképesek és megőrzik génállományukat, úgy tudjuk, hogy a mangalica, a rackajú, a szürkemarha, ezek mind bizonyítottak az elmúlt 1000 évek alatt, és őrzik az ősi szittyavért. Ezek azok az állatok, ezek azok a növények, amelyek ki fognak segíteni minket a legnehezebb időben, de hogy rendelkezésre álljanak, ahhoz egyre többünknek kell őket majd tartani, tenyészteni, szaporítani. Foglaljatok helyet, barátaim, kérem a kedves vendégeinket, hogy a következő szünetbe folytassák a eszmecserét. Még előttünk áll a nap, és mivel a figyelem az éltető erővel bír, minden vendégünk figyelme éltesse kedves előadónkat, Hoppál Gergely Rafael urat. Megkérem nagy tisztelettel, hogy tartsa meg az előadását. Ez az a hely, ami az operatőrök számára kedvező, és elnézést kérek a késésért. Köszönöm. Tisztelt hölgyeim és uraim! Felpírtek erről. Akkor megpróbálok egy kicsit hangosabban beszélni. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Hoppál Gergely vagyok, mérnök közgazda, kertészmérnök, agrártől közgazda. A minisztériumból mentem nyugdíjba, mint vezető főtanácsos. Annak idején még az első Fidesz kormány idején, téved és nyerség. És hogy kerültem kapcsolatba a őshonos magyar állatokkal, annak pedig az a rövid története, hogy Németországban voltam kint 1998 és 1992 között. Egyébként 40 éve dolgoztam a mezőgazdaságban, eredeti szakmámat tekintve borász, az alapképzettségem. És Németországban a második helyen 4 évet voltam, a második 2 évben a Bayerische Wald, mely egy kis városban laktunk a párommal, aki ott fogorvos volt, és ott a kis falu környékén nagyon sok ilyen kis tanya volt, ahol különböző állatokat tartottak a német gazdák, nevelték őket természetes körülmények között. És tulajdonképpen ez adta az ötletet, hogy majdan, ha hazajövök, hát sokáig nem bírtam Németországban, meg kell mondjam. 4 év után hazajöttem, és akkor elhatároztam, hogy veszek magamnak egy kisebb területet, és akkor ott elkezdek őshonos magyar fajtákkal foglalkozni. Hát ez a 90-es évek közepén történt, akkor sikerült Monor és Monori erdő között, ugye Pestről kiköltöztem Monorra. Ott vettem egy gyönyörű, szép 90 centis vertvályok falu épületet, akkor is már körülbelül 100 éves volt. Az gyönyörű szépen rendbehoztam, és ott éltem. És aztán 95 körül
sikerült vennem egy 25 hektáros területet Manor és Manori erdő között, ami tulajdonképpen vele számtól volt vele rég. De akkor már komoly elhatározásom volt, hogy őshonos állatokkal fog foglalkozni, és a szerencse összehozott Rejső Gábor professzor úrral, akit már régebben ismertem, ő volt egyébként a Gödöllői Agrár Egyetemnek az építésztanszék vezetője, hídődíjas építés, a leghíresebb tanyaépítő, ha szabad ezt mondanom. És őt kértem meg, hogy segítsen nekem megtervezni egy ilyen tanyát. És szépen lassan az ő tervei alapján elkezdtük építeni a tanyát. Amennyi kis pénzünk volt, azt belefektettük. Nem voltunk szabadságon körülbelül 15 évig. Kezdtük egy darab szürke marhával, két darab mangalica kocával, öt darab cigályajúval. Még akkor még kecskénk is volt. Magyar parlagi kecske természetesen. Aztán szárnyasokkal. A szárnyasokat, ja, ahogy építettük a szállásokat, mert nem ólakat építettük az állatoknak, hanem szállásokat. Hát úgy népesült be szép lassan a tökotanya. Azért is merem tökotanyának nevezni, mert 10 évig biogazdaság volt. Ez alatt a 10 év alatt, hát ugye nagyon sok mindent tanult az ember. A biokontroll volt a ellenőrző szerv. De hát sajnos, ha visszatetszenek emlékezni, akkor az az időszak volt az, amikor hát ez a zavaros rendszerváltásnak nevezett, hát én inkább az orosz viccre hasonlítva gatyaváltásnak mondanám, hát egyre nehezebb volt az anyagi körülmény, így hát gyakorlatilag bióba semmit nem tudtunk eladni. Na most, hát ugye ellentétben Németországgal, mint említettem volt, 4 évet töltöttem ott, és akkor már ott nagy hagyománya és kultúrája volt a biotermesztésnek. De hát nem lehetett összehasonlítani a magyar kereseti viszonyokat a némettel. Akkor még talán a 15-szörösét is elérte a differencia. De hát ahogy rosszabbodott a helyzet, ugye, mert sajnos nem javult, hanem rosszabbodott, hát így aztán 10 év után abba kellett hagynom a biogazdálkodást, de maradt továbbra is az a szemlélet, amit ez alatt az idő alatt összeszedtünk, és gyakorlatilag azóta sem használunk műtrágyát, azóta sem használunk vegyszereket, az állatainkat nem oltatjuk. Hát ennek megvannak az előnyei és hátrányai is, de én szeretem azt tenni, amit én termelek, szeretem azt tenni, ami a tanyáról kerül ki, mert azt tudom, hogy miket ettem az állatokkal, és egészséges körülmények között tudnak felnőni a saját magunk által előállított takarmányon.
És most már tulajdonképpen ott tartunk, hogy hát ez olyan 20 éve lassan, ott tartunk, hogy van egy 60-as szürkemarhabujjánk, 7 darab mangalicakocánk, törzskannal, természetesen a gulyához törzsbika, van 50 darab anyajúrunk, és annak a szaporulata, durván egy 100-as létszám. Van 8 darab lovunk, ezek mind magyar fajták, 3 darab kancánk van, sági arab, Furiózó, Nostár és egy magyar férbér Pinto, és ezeket a szakorulatai. És természetesen vannak a szárnyasok, ahol gyakorlatilag a magyar fehértől kopasznyakú, kendermagason keresztül magyar kacsa, vadas kacsa, magyar lúd, fodrastalló lúd, bronzpulyka, részpulyka, gyöngyös, mind megtalálható. Az elképzelésem az volt annak idején, amikor egyáltalán ebbe belefogtam, miután elég nagy családunk van, 4-en vagyunk testvérek, és hát van mindenütt 2 gyermek, azok már mind családosak, minimum 4 unoka egy-egy gyermeknél, illetve az unoka testvéreknél, hát így gondoltam, hogy legalább a családot jó minőségű élelmiszerrel ellátjuk. És ez így is van. Hogy miért az őshonosokat választottam? Hát először is azért, mert magyar ember vagyok. Igaz, hogy elég furcsa módon kerültem erre a szakmára, erre a pályára, mert édesapám orvos volt, Szent Györgyinek volt a tanársegédje annak idején. Édesanyám szintén ott végzett Szegeden, a történelem szakos tanárnő volt. És hát a 4 fiú közül én akartam egyedül orvos lenni. De hát még itt vannak olyan velem korabéli úri emberek, akik emlékeznek a dupla X-es kategóriára. Hát tulajdonképpen én is beleestem ebbe a dologba. Nem is vettek fel az orvosi egyetemre háromszori jelentkezés alapján. És akkor eltáraztam, hogy ne legyek katona. Elmentem Gyöngyösre a főiskolára. Szőlőborszakra akkor indult az első ilyen szak. Hát aztán azt elvégeztem. Aztán még az egyetemet is, kertészeti egyetemet. Aztán még a közgazdaságtant is. Na, így alakult ez a dolog. Mondanék valamit a őshonos állatokról. Az őshonos állatok a Kárpát-medencében tenyésztődtek ki az évszázadok során. Ezt nyugodtan mondhatjuk, mert gyakorlatilag például 900-as évek, mondhatni közepéig, a mangalica sertés volt Magyarországon, a sertés állomány
majdnem 90%-a. Most miért a Magyarországi sertés? Hát azért, mert ebben a tájkörzetben, ebben a csodálatos Kárpát-medencében, ami hazánkban, olyanok a természeti viszonyok, hogy ez a fajta tökéletesen jól érezte magát. Ez az egyik oldal. A másik oldal az pedig az, hogy hát ugye szegény volt a nép. És a Mangalica sertés az, amelyik egyrészt egészséges a benne lévő különböző ásványi anyagok, omega zsírsavak és egyebek vonatkozásában, ami a szegény ember táplálkozását tökéletesen kielégítette. Igaz, hogy több volt a zsír, mint a hús aránya, de ez egyrészt nagyon egészséges volt, másrészt nagyon finom, harmadrészt pedig a nehéz fizikai munkához szokott parasztembernek az energiaigényét tökéletesen elégítette. Ugye, ha már a sertéseknél tartunk, akkor el kell mondjam, hogy a őshonos mangalica, mangalicának három változata van, a szőke, a vörös és a fecskehasú. Mi a különbség a három között? Gyakorlatilag nem sok, a színében van különbség, a hús-zsír arányban egy egész picit talán a vörös felé tenném le a voksot, ott megközelíti a 50%-ot, a 49-51-es a hús-zsír arány. Talán egy kicsit gyengébb a szőkénél, az egy kicsit pirosabb. És a fecske hasú, az pedig a fekete átú, és a hasa pedig fehér. Fecske hasúnak, ott pedig szintén a vöröshöz hasonlóan egy kicsit jobb a húszsír arány. Amit még el szeretnék mondani a mangalicáról, az pedig az, hogy ez volt az az állat, aminek az utolsó darabját is felhasználta az emberiség, a magyarok. Ez köszönhető a leleményességüknek is. Talán még vannak önök között olyanok, akik emlékeznek a régi hajas babára. Nagy divat annak idején. Hát a hajas babának a haja, az például a mangalica szőrén készült. Mert ott ugyan olyan göndör a mangalicának a szőre. Talán menjünk sorba, akkor a szárnyasoknál kezdve. Hát én, amikor először megépítettük a szárnyasszállást, mondanom sem kell, hogy természetesen a tanya építése a professzor úr intuíciói alapján természetes anyagokból készült. Tehát az épületeket vályokból, vályoktéglából készítettük. Az első időszakban még próbálkoztam a cigányokkal, ők vették a vályogat még ilyen fakeretekbe, de aztán úgy döntöttem, hogy inkább veszek egy vályot, prést, akkor valahol a Békéscsaba mellett egy
magán cég gyártotta ezt a vályogfrést, amelyik mechanikus úton, ilyen nagyméretű téglának megfelelő, tehát a 25x12,5 és 7-es méretbe, 10 cm-be értendő, abban lehetett gyártani ezeket a nagyméretű, régi nagyméretű téglákat, mégpedig egy nagyon egyszerű mechanikus prés volt, egy kar elmozdításával, amit az ember így lehúzott, 3 tonnával nyomta össze az előre elkészített földnedves agyag, természetesen ugye a vályog téglába kell törek, vagy szalma darab, meg hát kell egy kis föld is. És hát ennek az volt az előnye, hogy a száradási idő sokkal hamarabb történt, mert mint említettem volt, földnedves állapotba kellett a présbe tenni ezt az előkészített anyagot. Szemben ugye a taposott vályog téglával, amelyik hát elég nedves, és hát bizony a száradási ideje az olyan, ha nagyon jó idő volt innen a napon, akkor bizony az egy hónapot igénybe vette, ez meg mondjuk egy év alatt tökéletesen csontkerekre viszállt. Tehát az épületeket, amiket ott sikerült aztán szép lassan, kb. 8-10 év alatt felépíteni, többek között egy dolgozói szállást is építettünk, ami gyakorlatilag egy 2 szoba komfortos, azért komfortos, mert a tanyán nem volt vezetékes víz, viszont voltak furtkutyák, ahonnan ilyen hidrofor rendszerrel vízellátást tudtunk biztosítani. A fűtést azt kemencével építettünk, egy nagyon szép bubos kemencét, egy takarékfűszerrel, és ez egy 2 szobás lakás, fürdőszobával, angol vécével, spejzzal. És hát ehhez is kellett többek között a vályog tégla, mert ez ilyen 45 centis falat raktunk tulajdonképpen, parasztpadlással a mennyezeten, és mint az is hozzátartozik a dologhoz, hogy amikor én kiköltöztem Monorra, akkor hát ott is már elég sok tapasztalatot szereztünk ebben a vályog épületben, ez egy ilyen jó módú kertész, bolgár kertésznek a háza volt valamikor. Egy dupla telekkel, és hát annak a felújításában is elég aktívan részt vettem. Meg ugye elkezdtem gyűjteni időközben a különböző mezőgazdaságban használatos régi eszközöket, a régi faszenes vasalótól kezdve a vajköpülőig. És ez mind úgy, hogy 20 évvel ezelőtt, mert műszaki egyetemen még a ingatlan szakértőit is megcsináltam, én csináltam az első ingatlan irodát Monoron, és nem pénzt kértem, hanem azt, hogy hagyd menjek föl a padlásra. És akkor így egy-egy ház eladása után megvolt az az összeg, amit megállapodtunk, és akkor ennek fejében én különböző padláson található régi dolgokat gyűjtögettem. És egy gyönyörű, szép, nagy kiállítási anyag össze is jött. A régi paprika és apró magdarálótól
kocsikerékig, régi szerszámokig, egy gyönyörű szép kolombgyűjtemény, aminek legalább 30 különböző kolomb volt a tagja. A különböző régi Norton kút például, nem tudom, még valaki emlékszik erre a kézi dugattyús Norton kútra. Meg hát mindenféle olyan tárgy, ami hát az akkori proletariálózásnak induló vidéki embereknek már semmi értéket nem jelentett gyakorlatilag. Hát sajnos ez a prolisodás, ez aztán elég irányadta a bélyegét erre a bizonyos rendszerváltásra. Ennek következtében az én gyűjteményem az gyarapodott. És hát tulajdonképpen egy ilyen bemutató gazdasággá próbáltam ezt fejleszteni. Volt egy időszakban, talán az első érában, egy olyan pályázati lehetőség, hogy mintagazdaság, bemutató és mintagazdaság. És hát akkor pályáztunk különböző dolgokra, etető, izatók, különböző kezelő rendszerek, például a jóaknál, akkor már az öt jóból 10 év után már 50 darab volt. Kecskék is nagyon felszaporodtak, azokkal nem nagyon tudtam mit kezdeni, mert az, ha ismerjük a kecske tulajdonságait, az fölmegy a háztetőre is, és még ott, hát nem kukorékol, de téket, vagy brekek, nem tudom mit csinál. Na mindegy. Szerettem, mert a ellésekkor nincs szebb látvány egy kecske, kis kecske gitánál. Na mondjuk ugyanilyen szépek a jóknál is a bárányok, gyönyörű szépek a szürke marhánál a kis borjuk, gyönyörű szépek a kis tyúkok, és hát minden állatnál a gyerek, az gyönyörű szép. Leginkább a gazdáján, de másnak is. És én úgy gondoltam, hogy ez ne csak nekem legyen szép, hanem hát legyen szép a környezetnek is, mert ugye pesti lévén kiköltözve Monorra, hát azt hittem, hogy ott még azért élnek bizonyos hagyományok, meg hát az iskolákban ugye oktatják a gyerekeknek, hogy liba meg kacsa, de hát megdöbbenve kellett tapasztalnom, hogy egy vidéki kisvárosba ugye betiltották az állattartást, és hát a gyerekeknek fogalma nem volt, hogy mi a liba meg a kacsa, a tehenet az csak a lilába ismerték, az alpesi csokoládéba. Kacsában meg a peking. A kacsában meg a peking. Na de nem biztos, mert volt olyan, hogy aztán miután ilyen bemutató gazdaság lettünk, ami annyit jelent, hogy én soha pénzt nem kértem azért, ha oda jöttek látogatók, sőt, nagyon örültem neki. És aztán iskolák, osztályok, óvodák, nyugdíjasok, külföldiek jártak oda, és én mindig nagy szeretettel bemutattam az én állataimat. Meg kell mondjam, kezdetben még nevük is volt, mindegyiknek mondjam. Nem csak a lovaknak, mert hát a lónak szokott lenni neve, de mondjuk nálam a marháknál is, a teheneknek, borjaknak, amikor még kevés volt, akkor még meg is tudtam jegyezni.
De hát ugyanígy a törzskan, például a mangalicakan, az mindig a verci. Tehát ugye 4 évenként kellett váltani, akkor az mindig a verci maradt. Vagy ugyanígy a juhoknál a matyi. Ott meg matyi volt a törzskos. Na, a lényeg az, hogy kezdtem ugye a szárnyasoknál. A szárnyasok törzsanyagát annak idején, hogy a Magyarországon a génmegőrzést Gödöllő Kárpi végezte, nagy tisztelet és köszönet Szalai professzor úrnak, Szalai Pista barátomnak, aki hát megőrizte az őshonos magyar baromfi fajtákat, és ott Gödöllőn megalapította a génbankot annak idején. És akkor én tőle vásároltam különböző őshonos fajtáknak a egyedeit, és aztán ezt szaporítottuk egy időben. Mint ahogy említettem, volt 10 évig mi voltunk, tehát akkor minden fajta, tehát egy fajon belül a fajtákat elkülönítve szaporítottuk az állatokat. Hát ugye megemlítenék egy pár tyúk fajtát, őshonost. Ugye nagyon híres volt a magyar parlagi fajta, amelynek szintén 3 változata volt, a fehér, a vörös és a kendermagos. És tulajdonképpen ez a 3 szín változat, ez gyakorlatilag minden fajtán megtalálható a fajok belül, így például az erdélyből származó erdélyi kopasznyakú, nál is ez a 3 változat, csak ott nem vörös van, hanem fekete. Tehát fehér, fekete és kendermagos. Hát ezekből mind egy-egy pár darabot én megvásároltam, és akkor gyakorlatilag a fajon belül még fajtákat is tudtam bemutatni. A következő egy nagyság szerint ugye a kacsa lenne, ennek 2 változata őshonos, a magyar fehér és a magyar vadas. Ebből is volt mind a 2 változatban nálam. Utána ugye a libák közül 3 változat van. A tiszta fehér, aztán a tarka változat, és van egy speciálisan Kárpát-medencei változata a ludaknak, ezt pedig úgy hívják, hogy a fodros tollú magyar lud. Gyönyörű szép, mert ilyen fodros tollai vannak. A kolykák közül őshonos a bronzbujka és a részbujka. A rész a sárga színű, a bronz pedig az ilyen fegetés árnyalatú. Aztán őshonos szárnyas még a gyöngyúk. Ennek szintén több változata van, színváltozata az ezüsttől a fehéren, a tarkán keresztül. Barnás változat. A következő állatfaj, amelyik tanyámon megtalálható, a sertésről már beszéltem, ugye a mangalica változatait is elmondtam. A következő a lyuk. Lyukból
eredetileg a kettős hasznosítású hortobágyi cigája volt az, amit kiválasztottam magamnak, a gyönyörű szép fekete feje és fekete lába miatt, nem mint, ha nem tetszett volna a racka, meg a többi őshonos változat, de akkor mondjuk el a többi változatot is, ami őshonos. Ez a cikta az egyik, a másik a cigája, és a harmadik a racka. Hát ugye, aki már járt a Hortobágyon, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, meg nálam az utóbbi időben, azt gyakorlatilag láthatja ezeket a fajta változatokat is, sőt van még a Kárpát-medencében egy negyedik változat is, ez pedig az erdélyi racka, amelyik szintén nagyon szép állat. Ha esetleg valaki ismeri, csak a rackának ugye elálló csavaros szarva van, a két változatnak, mert ott is van fehér és van fekete. Az erdélyi rackának pedig ilyen a fülét körbe ölelő szarva van. Gyönyörű szép állat, tarka. Ez pedig tarka változat, tehát van egy alap fehér szín és vagy sötétebb színű, barna, vagy fekete foltok vannak benne. A következő állat, amiről szeretnék beszélni, az pedig a magyar tarka, magyar szürke marma. Ja, itt is szeretném felsorolni, ugye, hogy mit tartoznak az őshonos, tehát a Kárpát-medencei őshonos szarvasmarhák közé, tudomásom szerint a szürke marha és a magyar tarka. A magyar tarka fajta. Ez is egy kettős hasznosítású fajta, tehát úgy tejre, mint húsra tenyésztik, illetve tenyésztődött ki itt a Kárpát-medencében. Hát bizony, ennek is már 1-200 éve, de ettől sokkal idősebb őshonos fajta a magyar szürke. A őstörténeti kutatások szerint már a honfoglaló magyarok a magyarokkal együtt jöttek be a szürke marhák, pontosabban ők húzták azokat a hatalmas tömör fakerekű kocsikat, amelyen őseink ismét elfoglalták a Kárpát-medencét, már sokat szorra. Ha esetleg valaki ezzel is akar foglalkozni, akkor esetleg tudok majd ajánlani a magyarok őstörténetére vonatkozó nagyon jó könyveket, amiket érdemes elolvasni. Egyrészt a nemzettudatot erősíti, másrészt azt erősíti, hogy nem kicsiknek kell nekünk lenni a buta kommunisták szlogenje alapján, hanem igenis büszkének kell lenni arra, hogy magyarok vagyunk. De visszatérve a szürke marhára, mint említettem, volt bizony, akárhogy vesszük, az már 1100 év, amióta ezzel a fajtával őseink foglalkoznak. Ez egy kimondottan húsfajta, és úgy is hívják, hogy őstulok. Tehát van egy ilyen neve is, hogy őstulok.
Ázsiából származik, genetikailag ott alakult ki, és hát egy pici őstörténetet is bele kell hoznak a dolgokba, mert ugye ellentétben a nyugati, meg a egy-két agyament történésznek a írásai ellenére, a magyarok nem barbár zsákmányoló, ölő nép volt, hanem bizony írásos nyomai vannak annak, hogy Krisztus előtt 2-3 ezer évvel is már földművelő, nagy állattenyésztő nép volt a magyaroknak az elődei, akiket hát többféle névvel illettek, de leginkább szkítáknak nevezték őket. És a szürke marha háziasítása után ugye őseink, mint nagy állattenyésztő nép, szívébe fogadta a szürke marhát. Egyrészt a gyönyörű megjelenése miatt, másrészt pedig az ökröket igavonásra, sőt, az első világháború előtt még nagy részt földművelésben, mint igavonó barmokat alkalmaztak, használták, hatalmas erejük miatt és igénytelenségük miatt. Ami annyit jelentett, hogy gyakorlatilag nemigen kívántak abrakot, jó legelőt, füvet, tiszta ivóvizet, és ezek megléte esetén szolgálták a magyar parasságot. Azon kívül nagyon értékes húsa van a szürke marhának. Egészen más a textúrája a húsnak, mint a különböző abrakokon és különböző táp anyagokon fölnevelt hús marháknak. A zsír a hús közébe ágyazódik, zaftossá, finommá teszi. Ugyanakkor ezek a zsírok nem koleszterinkeltők, tehát nem az érfalában nem rakódnak le, nem okoznak különböző problémákat. És éppen ezért már több száz évvel ezelőtt nagyon híres volt a magyar szürke marha, nem csak a Kárpát-medencében, hanem a nyugati országokban is, a gazdagabb nyugati országokban is. Hát csak egy dolgot szeretnék említeni, hogy minden évben több tízezres csordákat hajtottak lábon Magyarországról, Ausztriában, Németországban. Az augsburgi vásár az annyira híres volt, és annyira becsülték a szürke marhát, hogy amikor ezek a kihajtások történtek, és ott a vásárban eladták a szürke marhát, akkor például a német törvény megtiltotta azt, hogy másféle marhát is abba az időbe áruljanak. Tehát csak a szürke marhát lehetett árulni, és nagyon jó pénzért, lényegesen drágábban kelt el a német piacokon a szürke marha.
szürke már a történetéhez, azonban az is hozzátartozik, hogy a második világháború befejezése után sajnos megint nem önállóan is szabadok lettünk, hanem cseberbővederbe estünk. De ez még rosszabb volt, mert itt a kommunista elvtársak, ezek nem csak magyar gyűlölők voltak, nem csak gyűlölték a magyarokat, hanem buták is. Hát ugye nem is csodál, már nekem is még annak idején, amikor kezdtem a pályámat, hát az se volt mostanában. Hát volt olyan igazgatóm, amikor például a Cessipar főmérnöke voltam Borsodban, akinek négy elemije volt, meg egy traktoros vizsgája. Ez volt az én igazgatóm. De azt is hozzá kell tegyem, hogy előtte az Ózdi Járási Pártbizottságnak volt a első titkára, de annyira elitta az eszét, hogy 11 dioptriás szemüvege volt, és hát hova tegyék ki nyugdíj előtt, érdemi elismerése mellett, és ért, hát a Borsod megyei szeszipar igazgatója lett. Na, ettől kezdve aztán még tovább hívott. Én ugyan már nem éltem meg, hogy meghalt, de talán hatodik vagy hetedik, én 4 évet voltam a szesziparnál, ő aztán az 5. vagy 6. éppen halt meg, éppen ilyen túlhívásos állapotban volt egy kis kunyhója, hogy Sárospatak mellett, Hercegkút és Sárospatak között, és ugye nagy dohányos is volt, csak hát annyit ivott, hogy közben a kis putriát magára gyújtotta. Így halt meg. Nem kár érte egyébként. De visszatérve a szürke marhára, és aztán egy pár szót még majd a magyar tarkáról is. A szürke marha tehát, elnézést az ilyen elkalandozásokért, van ilyen. A szürke marha tehát egy nagyon megbecsült állat volt, és mindezen jó tulajdonságai mellett, ugye egyes okos elvtársak elhatározták, hogy gyakorlatilag ezeket az őshonos állatokat, de nem csak a szürke marhát, a mangalicát is, az őshonos juhokat, stb. És megszüntetik, hogy ne legyen kötődés, és akkor jöttek be ezek a különböző külföldi fajták, amelyek hát persze gyorsabban növekedtek, nagyobb hústömeget adtak, 6 hónap alatt vízót lehet előállítani, kérem szépen. Csak hát egymás mellé kell tenni egy 6 hónapos tápos hízó, 1 kiló combját, meg egy mangalica, 1 kiló combját. Vagy például a szürkénél a különböző húsmarháknak a intenzív hízlaláson keresztül ment fajtáknak az 1 kiló húsát, meg a szürke marha 1 kiló húsát. És akkor a következőt fogjuk tapasztalni, hogy egy olyan 2 óra állás után itt az 1 kiló húsból lesz olyan 80 deka. Mert a többi víz. Tele lesz vízzel. A szürke marha húsnál meg találunk 2-3 csepp ilyen pirosas vízcseppet. De ugyanez vonatkozik a mangalicára,
illetve a intenzíven 6 hónap alatt különböző tápokkal, elsjelű kondicionálókkal és állományjavítókkal előállított hústól. A magyar tarka, szarvasmarha, még talán egy pár szót, ez, ahogy említettem, volt egy kettős hasznosítású fajta. Ez szintén itt a Kárpát-medencébe szelektálódott ki. Azért kettős hasznosítású, mert tejni is lehet, tehát tejet ad, és normál körülmények között, tehát nem túl intenzíven tartva. Egy olyan 15 liter tejet normál körülmények között mindenképpen fejhetünk tőle reggel és este együtt. Hát ugye szembe a kimondottan tejre kitenyésztett például, mint a Holstein, amelyik hát gyakorlatilag már azt mondhatnánk, hogy szerencsétlen nem is állat, hanem inkább egy tengyásznak lehetne nevezni, mert annyira kinemesítették szegényt, hogy normál körülmények között már mozogni is alig tud. Viszont ad 30-40 liter tejet naponta. Egy pár szót még a lovakról, mert bármint mondtam, a négy hoppár fiú közül én akartam egyedül orvos lenni, de már kicsi gyermekkoromban is mindig a szomszédban kuncsorogtam, a szomszéd Barat bácsiknál, és hát mindig megkértem, hogy tébláboljak ott a lovak körül, tehenek közül, stb. És hát nagyon szerettem a gyermekkoromban is az állatokat. Így aztán elég korán megtanultam lovagolni is, még szőrén annak idején. És hát innen a ló szeretett egész kiskoromban. Aztán később is gyöngyösi diákkoromban, ugye ott volt a Libicai törzsállomány, a volt gyöngyös-domoszói állami gazdaságban. Oda jártunk lovagolni, reggelenként föl kellett kelni 5 órakor. Hát, már akkor se sok diáktársam volt, aki erre hajlandó volt, de azért voltunk itt bárra. Inkább pesti fiú. Azt is hozzá kell. Inkább pesti. Tehát innen a ló szeretete. Így aztán a tanyán is először egy lóval kezdtünk. Egy Maxi nevű lovunk volt. Egy magyar félvér heré. Aki már akkor is olyan 5-6 éves volt, de egy nagyon aranyos, kezes jószág volt. Aztán egyszer az egyik emberünk annyira meghajtotta, és ez egy székely magyar gyerek volt, ki befogott, és trabba ki a kocsmába, és trabba vissza. De ez nem lett volna baj, mert a Maxi egy jó genetikával megáldott ló volt, hanem a hülye még meg is itatta idegvízzel. Ettől kezdve aztán szegénykém elkezdett körülni, kereslet, és le kellett vágassuk. De a lótenyésztés sem adtam azért ilyen könnyen föl.
És aztán különböző csereberék voltak ezek, mert a 90-es években, ha tetszenek emlékezni, meg a 2001-től 10-ig nemigen volt pénz az embereknek. És akkor ilyen csereberék voltak, ilyen barterüzletek, azt úgy hívják, hogy barterüzletek. És akkor cseréltünk juhot, mangalicát, lóért, vagy több mangalica malacot, egy lóért. És akkor így ment ez a dolog, míg nem, lett három szép kancánk, egy Furiosum North Star, egy lepke nevezetű Furiosum North Star kancánk, ezt Ortobágyról kaptuk. Egy félvérpintó sport, magyar sport ló, ez a tarka, nagyon szép tarka volt, fehér alapon, ilyen világtáj foltok voltak. Ez az Ausztráliát gyönyörűen ki lehetett rajta venni, fekete foltok. És aztán később pedig egy sági arab kancánk is került, és aztán ennek a szaporulata az első időszakban gyakorlatilag minden évben fedeztettük őket, és hát elég nagy szerencsénk volt, mert ugye ott van ülő mellettünk a Dóra Major, ahol nagyon jó mének vannak, és hát lehetőleg mi nem inszemináltunk, hanem természetes fedeztetést alkalmaztunk. Miért legyen a ló rosszabb, mint nekünk? Úgyhogy gyönyörű szép csikónyik lettek, nagyon neves ménektől. Hát természetesen, amikor behozták ezt a útlevelet, akkor ugye kiváltottuk a útlevelet a kancákra, illetve hát az utódokra, és hát ettől kezdve gyakorlatilag gyönyörű szép sportolóállomány állt rendelkezésre. Időközben megszülettek az unokák, felcseperedtek egy kicsit, és már három éves korukba elkezdtek lovagolni. És hát nagy örömmel és büszkeséggel töltött el, mert a két nagyobb unokám az mind a kettő gyönyörű szépen meg tudtunk lovagolni. Erre volt egy kis Shetland póni, először azzal kezdtek, aztán van egy Welsh póni, nem szó, már egy kicsit nagyobbak voltak akkor a Velsponival, és aztán később a nagy lovakon is gyönyörű szép lovakon. A másik két unokám az még kicsi, de bízom benne, hogy előbb-utóbb ők is. Már most is nagyon szeretik az állatokat, mert együtt megyünk tojást szedni, megyünk a lovakhoz, focit megnézni, de hát ők még 3 és 5 évesek, úgyhogy de most már lassan ők is a kis pónin elkezdhetik a lovaglást. Azt még el kell mondjam, hogy minden lovunk be van lovagolva, kivétel egy, volt egy beteg, valami ehetett, és nagyon leromlott, volt egy ilyen bélcsavarodás, aztán az állatorvos rendbe hozta, de hát tulajdonképpen a mai napig se jött rendbe, mert küllemre nem úgy néz ki, mint a többiek, az egészségesek,
De hát nem volt szívünk levágatni. Megtartottuk őt is, jelen pillanatban 8 darab blogunk van, de hát volt úgy, amikor 20 volt, ez alatt az idő alatt. És hát ezeket mondjuk belovagoltattuk, volt, amelyiket elvittük belovagolni. A lovászmester nem volt hajlandó kijönni, de inkább többször ülő, Dóra Major volt, jártak ki a lovasok. Belovagolni az állatokat, vagy pedig, mint mondtam, el kellett vinni. Van egy gyönyörű szép Pintó kancánk, az most 4-5 éves lesz. Ilyen foltos, olyan, mint a cowboy ló, és hát azt ilyen westernre lovagolta be ott az egy lovász. Mondanom sem kell, hogy a 3 hónap alatt, amíg foglalkozott vele, az belekerült 240 ezer forintba, de a lovat most sem tudom eladni 150-re. De hát hál' Istennek ugye most változnak a szelek, és én örömmel tapasztaltam azt, hogy egyrészt megalakult a lovas sportklub, vagy egyesület, vagy nem tudom, hogy hívják, amit a Lázár Vilmos vezet, ő elnök. Régió ismerős, még az édesapjával voltam nagyon jóban. És ugye a nevelésben, az oktatásban is olyan irányú szelek vannak, amiket én úgy ítélek meg, ez az én véleményem, hogy nem haladunk rossz irányba, mert állítólag be fogják vezetni a önkéntes alapú, de lehetséges lovaskultúra visszaállítását, amit a Kassai Lajos barátunk nagyon szépen elkezdett, kb. 20 évvel ezelőtt, vagy talán már több is. Kapott is március 15-et díjat tőlünk, annak idején, ezért a tevékenységéért, hogy a légi lovas módokat nem csak hogy felkutatta, nem csak hogy megtanulta, nem csak hogy világszínvonalon űzi, hanem egy komoly lovas csapat gyűlt köré, az Angel TV-ben keresztül a többiek, akik megtanulták tőle ezt a régi harcmodort. És hát hál' Istennek a mai oktatáspolitika lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek ezt a gyönyörű szép sportot ismét elsajátítsák, ami hát annak idején 100 évvel ezelőtt természetes volt, hogy minden paraszgyerek tudott lovagolni. És minden úriember Budapesten megtanult lovagolni, mert annélkül nem volt úriember. Úgyhogy ez nagyon dicséretes, és úgy gondolom, hogy még egy pár szót talán a takarmány szükségletről. Hát ugye a jelen állományunk az olyan 100-as jó állomány. 8 ló, általában az átlag létszám a sertéseknél, illetve a mangalicáknál olyan 30-40 darab. És hát a legjobban felszaporodott a szürke marha állomány, az pedig most jelen pillanatban 60. Most elő kell állítani a takarmány szükségletét. A tanyához jelen pillanatban 40 hektár
saját terület tartozik, durván 40 hektár. És bérlünk még, hosszú távú bérleteink vannak, 2020-ig most többnyire, egy olyan 60 hektár. Tehát 100 hektár az a terület, amit legeltetünk is, meg is meg a takarmány szükségletet állítjuk. Ebből egy olyan 30 hektár szántó, tehát itt abrak takarmányokat állítjuk elő, búza, kukorica, árpa, szab. Vannak lucernás területeink, ahol a lucernát, illetve hát van egy olyan 50-60 hektár rét legelő, amit egyszer kasztálunk, és utána legeltetünk. Tehát gyakorlatilag az állatok ellátása is önellátó. Nagyon ritka az, amit talán két évvel ezelőtt volt egy ilyen hatalmas asszályos időszak, amikor nagyon gyengék voltak a rétek, és nem volt elég bála szénát. Akkor kellett venni bizonyos mennyiséget, de egyébként 20 év alatt talán ez volt az egyik legjobb, hogy nem tudtuk ellátni abrakkal, illetve számos takarmányi állatainkat. Igyekszünk, a tanyának a neve is az, hogy ökotanya, és mint említettem volt, 10 évig bio voltunk, de aztán átmentünk ilyen árutermelőbe, de továbbra is azért a fenntartható ökológiai gazdálkodás irányába próbálunk elmenni. Tehát amint mondtam, nem vakcinázzuk az állatokat, csak a legszükségesebb vizsgálatokat végeztetjük el, amit az ANTS előír, pontosabban nem is az ANTS, hanem a, most már a Navyhez tartoznak az állatorvosok. De hát vannak kötelező vizsgálatok, amiket például a szürke magánál a tuberkulóz is, amit mindennyit el kell végezni. De oltani nem oltunk, miután a szürke marha soha nem lesz tuberkulózisos. És ami jellemző ezekre az őshonos állatokra, nem véletlenül szelektálódtak ki több száz év alatt. Csodálatos hazánkban, Magyarországon, Kárpát-medencében. Ellenállók az időjárásnak is, de nem csak az időjárásnak, hanem főleg a betegségeknek. Még talán annyit, hogy ezek az új fajták, amit különböző állatfajokban megtalálhatók, ezeknél a legnagyobb probléma, véleményem szerint, aki valamikor kutatóba kezdett, hogy ezek a túlkeresztezések, általában egy irányba megy el a keresztezés, mondjuk a szarvasmarhánál, a Holstein esetében a tej. Tehát minél nagyobb tej, az a szuper, hogyha 50-60 liter tej, van ilyen tején egyébként, 50-60 liter tejet adjon naponta, az már nem érdekes, hogy mondjuk a tején legfeljebb 8-10 évig bírja ezt a megterhelést. Szemben ugye a magyar tarkával, amelyik azért azt mondom, kevesebb, jobb minőségű, jobb összetételű tejet, még esetleg 18-20 éves korában is tudja produkálni. Amit még mondani szeretnék, és gondolom, hogy nem kell felhívni a figyelmét a hallgatóságnak, de azért mondanám, hogy
tudjuk veszni értékeinket. Ne hagyjuk veszni múltunkat, mert az a nép, amelyik elfelejti múltját, annak nem lesz jövője. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattam. Kérdés. Bárki bármit kérdezte. Ha tudok, válaszolok. Az első, tehát gyermekeink oltását kötelezővé teszik, ennyi oltást a világon semmit nemzet gyermekei nem kapnak. Az állatoknál hogy lehet ezt megúszni, hogy ne tegyék tönni az állatainkat? Mert gyerekeinket elveszik a családtól, hogyha nem oltatjuk, tehát szociálisan kirogatják a családból, és felelőtlennek nyilvánítanak, akkor nem is tudják, hogy mit oltanak el a gyerekbe, nem is tesztelik az oltásokat, ebben most nem menjünk bele. Nem is amelyikben ez az immunrendszer kialakul. Ezt a hatóság is elfogadja? Mi például 20 éve csináljuk ezt, és soha nem oltunk. És semmit nem oltunk. Nem volt még beteg állatunk, ezt szeretném lekopogni, vagy azért ez így teljesen nem igaz, de ha valamelyik állatfajba, például juhoknál látunk valamit, ott például ilyen kötelezettségeink vannak, hogy évente bizonyos jó állomány fölött, hát nálunk az 50 anya fölött már évente 2 darab juhfejet kell bejuttatnia központi laboratóriumban, hogy megvizsgálják, hogy nincs valami olyan kór a gyájba, amely esetleg valami drasztikusabb beavatkozást tenne szükségessé. Hál' Istennek nem volt, és amit hát szerintem minden okos gazda csinál, azt csinálom én is, tőlük tanultam. Hogyha látom, hogy valamelyik állaton bágyat, vagy nem eszik rendesen, vagy úgy néz ki, hogy valami baja van, akkor megnézhetem az állatorvossal, nem hagyok hozzányúlatni, mert ha az állatorvos hozzányúl, beinjekciózza, attól még minden állaton megdöglött, 3 napig. Viszont, ha megnézi, és azt mondja, hogy hát igen, ennek valami baja van, de a húsának semmi, akkor rögtön hívom a hentes mészárost, és leváltozom. És akkor van bárányhús, mindig a hűtőben, van szürkemarhahús, szürkemarhánál nem volt ilyen gondom, hogy kényszervágás lett volna. Egy volt, de az nem betegség miatt, hanem eltörte a lábát. Valamelyik télen nagy hidegek voltak, és olyan párás, csúszós idő volt. És ugye hát ezek kint vannak, a marhák egy ilyen 6 hektáros körülkerített területen, ahol van nekik ugye ilyen fél ereszbe álló. De hát ezek inkább szeretnek kint lenni, például elleni is. Nyugodtan jégre, óra megellik, és a boci egy óra múlva föláll és szopisz. És szétcsúszott az egyik tehenemnek a lába, és eltört. Ez volt az egyetlen olyan, hogy kényszervágást kellett végrehajtani, mert szegény nem tudott meg. Tessék, parancsolj! Inkább a balanti érdekel, igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy én láttam ilyen balanti tartást, ahol még az utóbbi időben gondolvári szabályokat próbáltak betartani, hogy nem csak kerítés, hanem körülre is raktak hálót. Igen. Tehát is arra gondolok, hogy itt az elmúlt években is nem tudtam rákérdezni, már nem tudtam állatot, tehát talán ez a madár, igen, hát egyrészt az,
magáért ez a kitalálva, és én emlékszem arra, hogy nagyon gondolom, hogy Dárkásan tudt, és tényleg nem fogok a szerencsétlen levegőt, és hamar megnőztük negatívot. Tehát nem volt már valami, ugyanúgy jártunk el, mint ahogy ön említett a történet. Hát, ami a hálót illeti. Igen, hát ennek egyik oka valóban az, hogy a költöző madarak bizonyos fertőzéseket közvetítenek. Én megmondom őszintén, hogy nálam nem volt. Nálam csak a egy fakba van felül is háló, de az nem azért van, mert féltem, hogy vándorló madarak esetleg megfertőzik, hanem azért, hogy a kiskorában ugye a bércse, meg egyéb ilyen ragadozó madarak, azok előszeretettel szeretik a pipi húst, az egész kicsit, tehát a kicsit csirkéknek, meg kiskacsának, meg egyébnek a húsát, és ott van egy ilyen nevelő rész, ahol keltetés után bizonyos nagyságig előneveljük. A kátkiba Gödöllőn, ott viszont lehet, hogy ez is közrejátszik, tehát a idegenfertőzés, de ott szerintem meg elsődleges feladata éppen a fajon belüli fajta megőrzésnek van, tehát hogy más állatokkal ne keveredjen, és a gén megmaradjon. Tehát az az eredeti gén, amit hordoz például egy erdélyi kopasznyakú fekete, vagy fehér, vagy éppen nem jut eszembe a harmadik. Gendermakos, köszönöm szépen. Gendermakos. Tehát ezek a gén megőrzés miatt vannak, mert ezeknek a génbankoknak az a lényege, hogy ezek hordozzák az ősi tulajdonságokat. A génbe, a DNS-be van beírva minden egyes fajnak és minden egyes fajtának a különböző ábrázata, amiről felismerhető az a fajta. Amire azt mondhatjuk, hogy ez tényleg erdélyi, kopasznyakú, és mit tudom én, gendermagos. Ez az egyik része a dolognak. A másik része pedig ezeknek a természetes úton kialakult génállományoknak, amelyek, mondom, minden ilyen ellenálló képességgel rendelkeznek, ezeknek az újabb fajták kialakításával, keresztezésével való óriási szerepe. Tehát, mondom, a kátkinál ez lehet, én ugyan erről így nem beszéltem a Szalai professzorral, de nekem ez a véleményem. Én nem is csináltam ilyen hálót. Nálam van úgy, főleg a téli időszakban, amikor már kevés a vadkacsáknak a kaja, akkor volt úgy, hogy 120 darab vadkacsa volt a Baromfi udvaron. Reggel bekajáltak, amikor kitettük a kukoricát meg a búzát, elrepültek, és akkor este, amikor megint az etetés volt, akkor megint 100-120 darab vadkacsa. Sőt, volt úgy, hogy vadliba is leszállt egy pár, de azt csak két napig tudtuk ott megtartani, illetve gyönyörködni benne, mert megfogni a természetes nem fogtuk meg nem is fogtuk be, de mondom, nem okozott semmiféle fertőzést, vagy nem tudom, micsoda.
Valami kérdés? Tessék parancsolni. Milyen állatokat árusítasz most, Gergely úr, mert kíváncsi vagyok, hogy például vadkacsa van. Aki akar itt venni mondjuk vadkacsát, olyan hát, helyet, hogy... Vadkacsa az nem az enyém, mint ahogy említettem volt, mert hozzám csak enni jönnek. De ez az egyik dolog, hogy, hogy nagyon nehéz megfogni őket. Nem is próbáltam a 20 év alatt, vadkacsából nem ettem még sültet, kacsasültet, de hát van, aki ezzel foglalkozik, hogy befogja a vadkacsát, háziasítja szépen, levágja először a szárnyát, aztán szerencsétlen megszokja, hogy nem tud repülni, és akkor ott marad. Ilyen van, de... De mi csak ezeket a őshonos magyarokat értékesítjük, és hát itt-ott van a húsfeldolgozás is. Vágunk szürkemarhát is egy párat egy évben, mangalicát rendszeresen a vágási időszakban, tehát október és január vége, február között. De hát nálunk többnyire a baráti társaság elviszi azt a pár darabot. Hol úgy, hogy ott dolgozzák föl nálunk, a anyám, a hentes, természetesen minden hentes dolgoz föl. Vagy úgy, hogy feldarabolja a hentes, van, aki úgy kéri, hogy kettévágva a disznó, van, aki úgy kéri a marhát, hogy négybe vágva, és akkor azt három ember viszi el, vagy négy. Szóval ilyen van. Csirkét, kacsát, szárnyasokat megpucoltatjuk, van mondom, ilyen csirkepucoló, és akkor úgy lehet hozzájutni, bárányt levágjuk, ilyenkor húsvét előtt szokott menni, még szépen a bárány, ott is vagy feletkér, vagy egészet, vagy negyedet, vagy csak darabokat, ilyen is van. De hát ezt baráti kör azt gyakorlatilag ezt a pár darabot elviszik, tehát ilyen húsfeldolgozónk vagy. Hát talán még fiatalabb voltam, akkor dolgoztunk fel, és hát füstöltáró is volt, mondjuk az még mindig van, de akkor még lelkes voltam nagyon, és például kuriózumként mondom, hogy kitaláltam egy olyat, hogy mangalica és bárány. Ebből csináltunk kolbász, szalámit, és ez volt a mabari. Aztán volt olyan, hogy mangalica és kecske. Az meg volt a magida szalámi. És hát különböző régi recepteket kerítettünk elő, és nagyon finomak voltak, nagyon meg voltak vele elégedve, olyannyira, hogy volt egy időszak, amikor ide Budára a bevásárlóközpontban volt ez a, nem tudom milyen áruház, és ott voltak ilyen maszek is voltak benne az áruházban, akik árultak ilyen vidéki termékeket, és nem győztük szállítani. De hát aztán abban az időben, ugye minden eszközzel akadályozták a kis gazdaságok termékeinek a közvetlen vásárlóhoz való jutását. Ez is jellemző volt, mert buta kommunista elvtársak kitalálták, hogy legyünk mi éltanulói az EU-nak. Még talán nem is voltunk EU-tagok. Én voltam ki Németországon, mint említettem, 4 éve. Ha hiszik, ha nem. Ott nem ismerik ezt a szót, hogy H, 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 AC, vagy H, H.
Nem ismeri. Pedig hát a németek már sokkal régebben ott vannak az előbb, ugye? Erre, hát voltam egy kis ideig ennek a féleszű gépésztechnikus miniszternek, úgy hívták, hogy német. Nem tudom, emlékeznek-e rá. De csak rövid ideig, mert aztán kirúgtak, ahogy visszajöttek. Kitalálták, ugye, hogy Magyarországon, ha valaki húst akar feldolgozni, akkor női öltöző, férfi öltöző, férfi WC, női WC, ilyen csempe, olyan csempe, HCCP, mondjuk több százezer forint. Ez a minőségbiztosítási rendszer, aminek semmi értelme nincs az éget világon. De ezért sok pénzt kérnek el. És enélkül nem adják meg az engedélyt. És akkor, hát még annak idején, hát ugye voltak ezek a gazdafórumok Lakitelken, és hát amíg nem akarom megsérteni az Angyán Jóskát, mert 20 éves jó barátom volt, és hát gyakorlatilag együtt kezdtük ezt az egész gazdafórumot ott Lakitelken. De hát ő kezdte aztán ezt egy kicsit lazítani, de aztán megjöttek össze a dolgok. Na, lényeg az, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt, most már a második Orbán kormány idején, jutottunk el odáig, hogy felszabadították ezeket az idióta előírásokat, ugyanis Németországban, még ezt hagyd mondjam ezt el, ha nem mondhatom neked, hogy ott a kisgazdaságokat nagyon keményen támogatja a német állam. Mégpedig úgy, hogy községi, nagyobb községi és kisebb városi piacokat építenek állami költségen, ahol a kistermelő beviszi az otthon levágott állatot és feldolgozott. Ott általában például Németországot. Van egy ház, egy emeletes ház, meg van hozzá egy, mit tudom én, egy fél hektáros portál. Fél hektáros portálban az állat, ott etedi, ott szaporítja, ott izlalja. A ház alsó részén van a feldolgozó, levágja az udvaron, utána beviszi a feldolgozóba, igaz, hogy ott minden saváló, mit tudom én, micsoda. Ott feldolgozza, utána beteszi a hűtőkocsijába, vagy megy faluról falura is árul. Ez az úgynevezett von Haushaus értékesítés, a legdrágább, de a legmagasabb minőséget adja. Vagy pedig beviszi a legközelebbi állami piacra, ahol van neki egy helye, ingyen és bérmentve, és ott árulja a saját áruját. Most itt Magyarországon ugye kitalálták, hogy hát ezt akkor mi lesz a kereskedőben, meg hát egyéb, meg hogy tudunk rárakni 200% hasznot. Ugye? Sok ingyen élő senki ház. És ugye olyan rendszabályokat hoztak, főleg a 90-es évek elejétől egészen 2010-ig, hogy minél jobban megnehezítsék a közvetlen
kontaktust a termelő és a vásárló között. És aztán mindent előírta. Többek között ez a HACCP, vagy mi, nem is tudom már. HACCP. Na ez is egy olyan előírás volt, ami eleve olyan helyzetbe hozta a gazdákat, meg tiltották, meg büntették. Büntették az ilyesmit, hát most talán egy kicsit jobb a helyzet. Ráébredtek arra, hogy hát a német se azért veszi a kistermelőtől közvetlenül a házi terméket, mert az olcsóbb lenne, hanem azért veszi, mert tudja, hogy az egészséges körülmények között lett előállítva, nem úgy, mint Hollandiában, például, ez is egy nagyon érdekes, és ha egy kicsit politizálni akarnék, akkor mondjuk ezt most az ukrán és a holland témát ide előhoznám, hogy Hollandiában a termőréteg vastagsága 1 centi, nem tudom, ismerik-e ezt a számot, Ukrajnában meg 70. Ebből kifolyólag már lehet tudni azt, hogy tulajdonképpen mi ez a spontán forradalom, meg ezek az őszi rózsás, meg anyák kívja. Spontán kirobbant keleten is, meg Ukrajnába is kirobbant ilyen. Csatlakozzunk az EU-hoz. Nem tudják szerencsétlenül, hogy hova akarnak csatlakozni. Köszönöm szépen. Van még valaki megkérdése? Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!